A filmhíradó számos pünkösdi sporteseményt örökített meg a hazai közönségnek. Ezekből a felvételekből készítettünk önöknek most egy válogatást, amivel egy kicsit visszautazhatunk az időben, és megismerhetjük a korszak néhány sikeres sportolóját és sportcsapatát. Evezőverseny, nemzetközi körrepülés vagy éppen országos salakmotoros verseny. A múlt század első felében számos felvétel készült fontos pünkösdi sporteseményekről. A főiskolai nyolcasok pünkösdi evezős versenyén erős küzdelemben a Műegyetem hajója érkezett be elsőnek a Beac együttese előtt. A pünkösdi evezőversenyről több évből is fennmaradtak felvételek. A legkorábbi felvétel 1931-ben készült. A filmhíradó a nemzetközi körrepülést is megörökítette 1935 nyarán. Az eseményt az Osztrák Aeroszövetség rendezte. A pünkösdi körrepülés során 40 külföldi repülőgép érkezett Mátyásföldre. 460 tornász mérkőzött pünkösd vasárnap az országos tornász bajnoki címért. A versenyen ezúttal először jelentek meg az erdélyi és bácskai tornászok. 1941-ben az országos tornászbajnokságot láthatták a nézők a filmhíradóban. A pünkösdi versenyen különböző szertorna gyakorlatokkal versenyeztek a férfi és női indulók. Talaj, gyűrű, korlát, lólengés, ugrás és nyújtó gyakorlatokat is láthattak a nézők. Csillik Margit a női verseny győztese. A második helyezett Gamauf Gyuláné a korláton. Köteles Erzsébet válogatott tornásznő műtalaj gyakorlatai. Férfi csapat verseny a lovon. Pataki Ferenc az összetett egyéni bajnokság győztese. Sánta Lajos a második helyezett a nyújtón. Várkői Ferenc a harmadik helyezett a korláton. Gál István a legjobb magyar gyűrűtornász. 1951-ben az országos salakmotorversenyen járt a filmhíradó stábja. Pünköskor országos motorkerékpáros salakpálya versenyt rendeztek a Népligeti stadionban az ország legjobb salakpálya terepén. A versenyen Kesjári és Domján a sokszoros bajnokok is indultak. A legnagyobb küzdelem az 500 köbcentiméteres sportgépek kategóriájában volt, amelyben 6 versenyző új speciálmotoron indult. Négykörös versenyben Kránfárt András, a vasas fiatal versenyzője lett a győztes.